Nézőink közül bizonyára sokan hallottak már a Balatonon minden évben megrendezésre kerülő rangos vitorlásversenyről, a Kékszalagról. Azt azonban valószínűleg kevesen tudják, hogy a versenynek dunaharaszti érdekeltsége is van, hiszen rendszeres résztvevőként idén már 12. alkalommal szállt vízre Fazekas Ákos és kedvese, akik dolgos hétköznapjaikat amúgy városunkban töltik. 2020 több szempontból is fontos év számukra, ezért úgy gondoltuk, elkísérjük őket Közép-Európa leghosszabb tókerülő versenyére, hogy önök is megismerhessék a vitorlázókat. A négyfős legénység örömmel fogadta a látogatásunkat a Penny névre keresztelt vitorláson, és a versenyt megelőző napon Fazekas Ákos készséggel válaszolt a kérdéseinkre, annak ellenére, hogy elmondása szerint eddig egyetlen kékszalag versenyt volt kénytelen feladni, amikor legutóbb tévéstábot fogadott a hajóján. De ennek már jó pár éve, folytatta a kormányos mosolyjal az arcán, elolvasztva ezzel a közel 30 Celsius fok ellenére hirtelen megdermedt levegőt. Ezt követően mesélt egy kicsit a kezdetekről, bemutatta a legénységet, majd kaptunk egy rövid tájékoztatót a verseny menetrendjéről is, illetve az eddigi kékszalagokon elért eredményeikről. 15 éves koromban kerültem a Balaton közelébe. Nevelőapám vásárolt egy kis vitorlás Balatonföldváron, azt 3 évig használtuk. Miután eladtuk azt a hajót, megvásároltuk Pennyt, és a Pennynek ez a 9. kékszalagja lesz. Ez az 52. kékszalag. Általában áprilistól novemberig lent tartózkodunk a Balatonon. Heti 3 napot töltünk lent, ugye hétfőtől csütörtökig otthon vagyunk Dunaharasztin, és péntek, szombat, vasárnapot lent töltjük. A legénységet nálunk 4 fő alkotja. A nevezhető minimum létszám az a 3 fő ezen a hajótípuson. 3 fő alatt nem lehet hajót nevezni, legalábbis Balaton 25-ös osztályból. Mindenki felnőtt a mi csapatunkban, tehát nálunk nincsenek mocók. A kormányoson kívül 3 mancsaft van a mi hajónkon, a párom, Olá Kitti, aki minden feladatot el tud látni, Menik Tibor, aki a fordekken tartózkodik. A fordek az, ami az árbóc előtt történik a hajón, tehát ő tudja bekötni a vitorlákat. Ő felel azért, hogy a vitorlákat időben föl lehessen húzni, illetve erősödő szélviszonyok esetén le lehessen szedni. Csenkely Tamás, aki itt hátul a kokpitban helyezkedik el, ő sottolja, illetve trimmeli a vitorlákat. Továbbá jó magam, Fazekas Ákos, én fogom vinni a hajót az 52. kékszalagon. Körülbelül reggel 6 órakor fogunk fölkelni, 6 és 7 óra között. Olyankor mindig megpróbáljuk kicsit összeszedni a csapatot, eldöntjük, hogy milyen vitorlákkal fogunk vitorlázni, ezeket kicseréljük, és elindulunk a rajtvonalra. A rajtvonal az 6-6,5 km hosszú. Ebből 1 km-t elfoglalnak a katamaránok, a maradék az a mi szekció. Ez azt jelenti, hogy el fogunk indulni innen Füred elől, és elindulunk Kenese irányába. Kenese után elindulunk Siófok felé. Általában a kenesei szakasz szokott lenni a legunalmasabb, hiszen akkor még folyamatosan távolodunk a rajtvonaltól. A Kenesétől Siófokig tartó szakasz az egy pörgősebb szakasz szokott lenni. Ott általában egy kicsikét felgyorsulnak az események, viszonylag hamar elérjük Siófokot. Siófok után irány a Tihanyi-Szoros. Tihanyi-Szorosban el kell döntenünk azt, hogy most észak vagy dél felé rajtolunk. Ha észak felé megyünk, akkor a Balatonnak a hegyesebb, magasabb pontjait fogjuk érinteni. Ezek általában bazalt hegyek, amik napközben nagyon fölmelegszenek, és ezek éjszaka is viszonylag melegek ezek a hegyek, ami azt jelenti, hogy ott kialakul egy felszálló áramlás. Ezért nem érdemes nagyon bemenni az északi hegyek alá, mert ott nincsen szél. Nagyon sokan azt mondják, hogy délre érdemes menni, mert ott kialakul az úgynevezett parti szél. A parti szél az az, ami este megjelenik a Balatonon, és a hajnali órákig kitart. Ez egy nagyon gyenge légáramlás, de lehet benne haladni. El fogunk menni Keszthelyig, veszünk a Keszthelyi bóját. A Keszthelyi bójánál elindulunk visszafelé, ugyanez a során Tihanyi-Szoros, és Fürednél be fogunk futni. A legjobb eredményünk az 16 óra és 40 perc volt, a legrosszabb eredményünk. Legrosszabb eredményünk, hát kettő is volt,
Az egyik esetben feladtuk a küzdelmet, és 47 óra után úgy döntöttünk, hogy nem folytatjuk a versenyt. A leghosszabb olyan verseny, amikor be is futottunk, az 45 óra volt. Tehát két nap felkeltét néztünk meg kék szalagon. Fazekas Ákos azt is elmondta, hogy mit érdemes tudni a kék szalagvitorlás versenyről, és milyen feltételeket kell teljesíteni, illetve mivel kell tisztában lenni ahhoz, hogy versenyzővé válhassunk. Majd kitért az idén várható nehézségekre, és egy saját fejlesztésű titkos fegyverre is. Van egy saját fejlesztésű műszerünk. Minden vitorlázó csapatnak van valami titkos fegyvere. Nekünk ez a titkos fegyverünk. Ezt a műszert mi elkezdtük 2010-ben kifejleszteni. Szerettünk volna egy hajóműszert, ami versenyzésre és túrázásra is alkalmas, csak nagyon drágák voltak ezek a műszerek, és akkor úgy gondoltuk vitorlázó barátaimmal, hogy majd mi fejlesztünk egy olyat, ami számunkra megfelelő. Ez a műszer, ez tulajdonképpen szélmérésre, hajósebességmérésre és taktikázásra alkalmas. Ez a műszer megméri a hajón beérkező szélnek az irányát, megmondja, hogy a szél mennyivel fúj, illetve honnan fúj, azt is megmondja, hogy mi mennyivel haladunk, és ezáltal tudunk gyorsabbak lenni ellenfeleinknél. A műszer egyébként nagyon egyszerű, hogyha fölszereltük, akkor az árnyos csúcson levő szenzor megmondja nekünk, hogy a hajó hoztengelyéhez képest milyen irányú szél érkezik. Tehát most lehet látni, hogy mi majdnem széllel szemben állunk, 8 km per órás szél fúj, és nullával haladunk, vagyis állunk. A versenyen természetesen ez nem így lesz. A kék szalag az egy hosszú távú vitorlás verseny. A vitorlázók 48 órát tölthetnek a vizen, illetve 150 km-t tesznek meg légvonalban. Ehhez megfelelő fizikai és szellemi felkészültség szükséges, ezért el kell menni sportorvoshoz, leigazolt versenyzőnek kell lenni, és ismerni kell a Balatonnak a perifériáit, paramétereit. Most azt tudni kell, hogy a kék szalag az egy sekélytavon zajlik a Balatonon, amelynek a legnagyobb vízmélysége Tihanynál 10-12 méter, egyébként strandok közelében tudjuk, hogy nagyon sekély, ahol a hajók bármikor fennakadhatnak. Ezért nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy hol mekkora a vízmélység. A Windvisor szerencsére ezt is tudja, tehát nekünk pontos információink vannak arról, hogy a hajó alatt mennyi víz található, hiszen mélységmérővel is rendelkezik. Továbbá még egy kihívásnak kell megfelelnünk idén, nagyon elszaporodott a keleti medencében a sok hínár, melyet a hajóknak a tőkesúlyait, illetve a kormánylapátja felszed. Ezt többen próbálják orvosolni hínárvágóval, menet közben leúsznak, leszedik ezt a hínárt. Ez egy komoly kihívás lesz az idén, úgy gondolom. Idei év jelentős előrelépést hozott vitorlázóink és hajójuk életébe. Többet magukkal egy új hajóosztály alapításába fogtak, amelyben Fazekas Ákos igen fontos szerepet tölt be. Erről is beszélt kameránk előtt. Az osztályalapítás nem egy egyszerű történet. A Balaton 25-ös jelen pillanatban a Balaton legfiatalabb hajóosztálya. Ezt idén télen alapítottuk. Az osztály alapításnak több feltétele is van.
Minden hajónak regisztrálva kell lennie a Magyar Vitorlás Szövetségnél, felmérő által felmérve lennie, 3 elnökségi tagot kell választani, illetve egy osztálykapitányt. Jelen esetben az osztálykapitányunk Somosi Attila, az elnökségi tagok közé tartozik továbbá Gergely László és jómagam Fazekas Ákos. Én vagyok egyben a flotta felmérő, nekem van jogosultságom fölmenni a Balatonszünetes hajókra és lemérni azoknak méreteit. Ez nagyon fontos, hogy a hajók között ne legyen eltérés. Ha már kis eltérés is van a hajók között, valamelyik hajó gyorsabb lesz, akkor ez egyből ellentétet és viszályt szül, úgyhogy ez egy komoly megfontolást és komoly odafigyelést igényel ez a történet. A Balaton 25-ösöket 1984 óta gyártják Balatonfüreden. Szilágyi István volt a tervező, jelen pillanatban a Vegajacht Kft. Készíti a szebbnél szebb Balaton 25-ös hajókat. Idén 4 versenyen 8-8 hajóval kell jelen lennünk, és hogyha ez sikerül a szezon végéig, akkor a Magyar Vitorlás Szövetség által jövőre 2021-ben önálló hajóosztály leszünk. Az idei kékszalagon már a Balaton 25-ösöket külön értékelik, tehát az első 3 helyezettet szorítani fogják a dobogóra. Amikor még nem volt a 25-ös hajóosztály, akkor jasztik kategóriában indultunk. A jasztik kategória azt jelenti, hogy az összes hajót beteszik egy olyan osztályba, ahol handicap rendszerrel, előnyszám számítással korrigálják a futott időt. Ez azt jelenti, hogy a lassúbb hajókat jobb számmal, a gyorsabb hajókat rosszabb számmal látják el, és ezáltal a végén a futott időt ezekkel a számokkal korrigálják. Így lehetséges az, hogy a 40 évvel ezelőtt gyártott lassú hajók együtt tudnak futni a mai modern rohanógépekkel. Interjúnk végén egy kis esélylatolgatásra is futotta a Penny kormányosától. 2020-ban az 52. kékszalagon kevés lesz a szél, nem fogjuk megdönteni a rekordunkat, az már biztos. Viszont be fogunk futni. Az azt jelenti, hogy kevesebb, mint 45 óra alatt fogjuk teljesíteni a távot, tavaly 45 óra alatt sikerült beérnünk. Utólag kiderült, a hajó és 4 fős legénysége nemhogy teljesítették a távot, hanem saját kategóriában a legjobb idővel értek célba, az abszolút versenyben pedig a 16. helyen végeztek.